1918. április, az első világháború. Portugál katonák menetelnek a Lisz völgye felé. Április 9-én megütköznek a Német Birodalom 6. hadseregével, és elvesztik a csatát. Gonçalo Galvão Telles és Jorge Paixão da Costa filmje a portugálok hőséről, Aníbal Augusto Milhaisról szól, aki magára maradt a frontvonalban, de túlélte a borzalmat. João Arraes játssza a címszerepet, Soldado Milhões-t, mert hogy a portugálok ezen a néven emlegetik Milhaist. Azt mondja, nagyon kemény a forgatás, van, hogy 40 fokban dolgoznak, állig felfegyverkezve, így azért nem könnyű lövészárkokban ugrálniuk. De a hangulat fantasztikus, mindig nagyon jó barátokkal dolgozni, és valami nagyon jót csinálni, mondja a színész. A premier Milhais szülővárosában, Murszában volt. A portugál mozikban csütörtökön kerül műsorra a film. A Liszt-völgyi csatát a portugálok hadtörténetük második legsúlyosabb vereségeként tartják számon.